Bemutatnám nektek Tolnai Ancsit, aki volt már itt nálunk pont karaoke versenyben, és dobogós is volt. Ő most énekelni fog nekünk. Szia, Ancsi! Mi lesz, sziasztok! Mi lesz, amit előadsz nekünk? Rúzsa Magdolnától az Egyszer című dal. Szuper, akkor ezt várjuk. Megérdemeltem, ez nagyon szép volt. Még az elején mondtam Danának, hogy már most liba bőrös. Köszönöm. Nagyon szép volt, később majd Ancsitól hallhatunk még egy számot. Viszont most egy csomó kérdésünk van tőled. A legelső az, hogy ugye mondtam már, hogy a karaoke versenyben is voltál, és a Kaméleon társulatban is színjátszóként léptél fel. Hogyan jött az életedbe a zene? Hát én már kiskoromban is nagyon sokat szerettem zenélni. Már általános iskolában is zenei osztályba jártam, aztán tanultam zongorázni, és így kialakult az évek folyamán. És a színjátszás, az ehhez kapcsolódott? Átfűzte egymást a két dolog, vagy az hogyan? Hát inkább átfűzte egymást, itt kedves halastévés ismerőseim a karaoke verseny után bevittek engem egy próbára, és aztán ott ragadtam. Hogy tetszett az a... Fura volt először ez az egész játszós világ, de aztán nagyon megszerettem. Egy teljesen más élmény, mint csak színpadra állni és énekelni. És melyik volt a legemlékezetesebb színdarabod? Hát nem igazán tudnék választani, talán a legutolsó az Rini 1566, mert az volt a legutolsó. Akkor az mindenféleképpen emlékezetes volt. Kicsit visszatérnénk az énekre. Milyen volt itt a Pont Karaoke-ban? Milyen helyezéseket értél el, milyen tapasztalataid voltak? Hát ezt nehéz kimondani, de 10 évvel ezelőtt az első karaoke-ban indultam, akkor megosztott első helyen végeztem, akkor egy cserháti dallal indultam, még nagyon kicsi voltam, de úgy éreztem, hogy ez lesz a tökéletes választás, és bevált. Aztán a másodikon szintén elindultam, ott pedig második helyezést értem el. Hát nagyon gratulálok. Köszönöm szépen. Milyen volt itt? Gondolom, hogy te egy csomó embert megismertél, nem gondolkoztál rajta, hogy egy kicsit komolyabban belefolyj ebbe az éneklésbe? Volt idő, amikor szerettem volna, aztán úgy alakult, hogy ez most kicsit háttérbe szorult. A zene attól még nem tűnt el az életemből, a régi ismerősök megvannak, néha összefutunk, de most így parkolópályára került, ha mondjuk csúnyán. És volt valami bakid, vagy valami ciki élményed így ebből a két dologból? Hát baki az mindig van, de talán a legemlékezetesebb, amikor nyílt főpróba volt a színházban,
és véletlen bekapcsolva maradt a mikrofonom, és miután lementem a színpadról, elkezdtem mesélni arról, hogy én mennyire szeretem a töltött káposztát, és ezt így az előadás közben, hát elég ciki volt. Milyen reakciók voltak erre, nézőktől, vagy a többiektől? Igazából nekem addig le se esett, míg nem hallottam meg a rendezőtől, hogy Ancsi, mit csinálsz? Úgyhogy ez volt a reakció, megijedtem. Hát azt elhiszem, ez amúgy jó. És mivel foglalkozol most? Mivel töltöd a mindennapjaidat? Hát most jelenleg háziasszonyként élek a párommal, meg a kutyámmal, mellette pedig a kereskedelembe helyezkedtem el, ezzel töltöm igazából az időmet. És milyen a kedvenc zenei műfajod? Mert ez nagyon szépen hangzott. Köszönöm szépen. Kedvenc zenei műfajom nincsen, igazából mindenevő vagyok, próbálom a modern zenéket hallgatni, képbe lenni azzal, hogy mi most a trend, mindent meghallgatok igazából. És egy utolsó kérdésként, hogy hogyan képzeled el magadat 10 év múlva? Közre játszik benne a zene, vagy a színjátszás esetleg? Úgy is el tudom képzelni magam, illetve a jelenlegi életem folytatásaként akár egy picurkával, egy nagy házzal, de az is elképzelhető, hogy színpadon fogtok látni 10 év múlva. Ancsi, mit ajánlasz azoknak, akik most kezdenek el énekelni, vagy most kezdenek erre a pályára lépni? Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy bízom magába, jöjjön el a Pont karaoke versenyre, aztán pedig a Pontba, és mutassa meg, hogy mit tud. Így van, akkor mindenféleképpen jelentkezzetek, most pedig Ancsi még egy dalt fog előadni nekünk, mi lesz ez? Ez Tom Odától, az Another Love. Take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and pretty strings, but they don't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm so tired to share my night. I wanna cry. Up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Stop.
Ez garantált liba bőr, szerintem. Köszönöm. A TV képernyői előtt is. Nagyon köszönjük, Ancsi, hogy itt voltál, sok sikert kívánunk, akár zenélésben, akár színjátszásban, vagy akár egy gyerekkel akarodon látunk téged 10 év múlva. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.